Kedves testvérek, ma bőjtről szeretnénk egy pár gondolatot megosztani. Hogyan bőjtülünk? Isten mit mond bőjtülésről? Általában, amikor nagy bőjt kezdődik, vagy ezelőtt már próbáljuk fogadalmakat tenni, hogy mondjuk nem eszem 40 napig húst, vagy valamelyik húst nem eszem, vagy éppen valami kedves dologról lemondok, akár ha iszünk, akkor mondjuk sokat nem iszok, hanem keveset, mindenféle ilyen fogadalmat tesszük, fogadjuk magunknak, és azt gondoljuk, hogy az a bőjtülés. Pedig igazán nem ez a bőjt. Isten másképpen látja a bőjtöt. Ő szerint de az igazi bőjt, az amikor mi törjük kenyerünket, azoknak adjuk, akik éheznek. Ha lássuk egy meszétlent, akkor felöltöztessük őket, hogy adjuk nekik ruhát, hogy a meszételenséget takarjuk, így lehet mondani. Vagy éppen ne forduljuk el embertársaid elől, szegényekre gondjuk van, tehát befogadjuk a hajléktalanokat. Kedves testvérek, most bőjtben vagyunk, nagy bőjti időszakban vagyunk. Milyen fogadalmakat tettünk egyébként? Igazán ez értelmesi teszi a mi nagy bőjti időszakot? Feltesszük ezt a kérdést, és próbáljuk igazodni ahhoz a bőjthoz, amit a Krisztus Isten által közvetített nekünk. Egy néhány fontos kérdés tesz föl. Éhes voltam, ennem adtatok-e? Ez ehhez a bőjthez tartozik? Szomjaztam, innem adtatok-e? Ruhatlan voltam, betakartatok-e? Idegen voltam, befogadtatok-e? Ezek a kérdések bőjthez tartozik. Próbáljuk ebből a szemszögből bőjtölni. Ez az igazi bőjt, ami Istennek kedves. Az ilyen bőjtüléssel, ha imádkozunk, felemeljük a szívünket Istenhez, a mi imáink meghallgatásra talál. Isten ott lesz, mondván, íme, itt vagyok. Kérdezz, vagy kérjél, majd megadod neked. Legyen a mi bőjtülésünk tartalmas és igaz, ahogy Isten elmondta nekünk az ő tanításában. Legyen szép napunk!